Összecsapások törtek ki a londoni Black Lives Matter tüntetésen. Az Egyesült Királyságban második napja tartanak a rasszizmus ellenes megmozdulások. Egy tüntetőt őrizetbe vettek, és bilincsben vezettek el a Downing Streetből a rendőrök vasárnap. A brit fővárosban tovább folytatódtak a rasszizmus és a rendőri erőszak ellen tiltakozó megmozdulások. Demonstrációt tartottak az Egyesült Államok nagykövetsége előtt is a Temze partján. Ezen kívül Bristolban is az utcára mentek az emberek. Az amerikai színesbőrű George Floyd halála óta világszerte több városban is tiltakozásokat tartanak. Az Egyesült Államok után most már az európai nagyvárosok is csatlakoztak a megmozduláshoz. A bristoli tiltakozók ledöntötték, majd a folyóba dobták egy 17. századi rabszolgakereskedő szobrát.